Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 12. rész 15. versét. Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem. A testvéri szeretet egyik jellemvonása, hogy kiállunk egymás mellett minden körülmény között. Pál a saját példáján keresztül mutatja be ennek lehetőségét minden nehézségével együtt. Igen, kemény élethelyzetbe került Korintusban, ahol még az apostolságát is kétségbe vonták. Szemére vetették, hogy korábban üldözte a keresztényeket, valamint azt is, hogy személyesen nem ismerte Jézus Krisztust, mint az első tanítványok. Ráadásul megjegyzést tettek még a külsejére is, a beszédére is, mindegyikben elmarasztalták és megbízhatatlannak tartották, mivel nem tudta az ígéretét betartani saját hibáján túl, hogy meglátogatja a korintusiakat. Ez a bizalmatlanság odáig fajult, hogy még pénzügyekben is megvádolták igazságtalanul. Ebben a rendkívül nehéz helyzetben az apostol védekezni kezdett, majd ezt a reagálását esztelenségnek, balgaságnak tartotta. Nincs annál megalázóbb helyzet, mint amikor valakinek magyarázkodnia, védekeznie kell, függetlenül attól, hogy igaza van vagy sem. Az apostol szorult helyzetében megalázó örvénybe került, dicsekszik az erőtlenségével, ajánkozik, magyarázkodik és védekezik. Ezt írja, semmivel nem voltam alávaló a legfőbb apostoloknál. Apostolságom ismertető jegyei a teljes álhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Leginkább az fájt neki, hogy ebben a megalázó helyzetben senki nem akadt a gyülekezetben, aki mellé állt volna. Bajban volt, és nem védte meg senki. A krisztusi szeretet pedig minden körülmény között kiáll a másik mellett, és ezt a testvérek közösségében is gyakorolni kell, lehet, szabad. Szomorúan tapasztaljuk azonban, hogyha valaki bajba kerül közöttünk, akkor inkább mi is egy lépéssel hátrébb lépünk tőle, mert hát ki tudja, hogy mi is történt a háttérben, nem szeretnénk semmibe belekeveredni, nehogy mi húzzuk a rövidebbet. Pál apostol ezt élte át, így bántak vele, pedig ő példát mutatott a testvéri szeretetben, mivel nem csak hirdette, hanem cselekedte is. Amikor például egy bajba került, feladatában kudarcot vallott testvért, Epafroditoszt kénytelen volt visszaküldeni Filippibe, mivel az apostol nehéz helyzetében nem segítségé, hanem teherré vált, Pál nem alázta meg szolgatását, hanem testvérként, bajtársként és munkatársként bánt vele. Cselekedete a krisztusi szeretet, amely a bajban is kiáll a testvére mellett. Igazán az a testvér, aki a bajban is társ, nem csak a hétköznapokban, amikor minden rendben van. Azt írja a példabeszédek könyvében az ige, hogy mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Adja Isten, hogy ilyen testvérré lehessünk mi magunk is. Amen.